Szigetvári Viktorral folytatjuk viszont most, hogy az előbb látták. Igazából ki ellen fütyültek, tüntettek? Putyin ellen vagy Orbán ellen? Mind a kettejük ellen, általában az Orbán-Putyin szövetség ellen, mert azt gondoljuk, hogy ez nyugatról keletre sodorja Magyarországot, és túl sok mintát vesz át onnan a magyar miniszterelnök, túl sok üzleti ügy van, amely nem szolgálja a magyar nemzeti érdeket, és ennek a vége mindig egy gyengébb középosztály, korlátozottabb szabadság, vegzált civil szervezetek, nyaggatott szabad sajtó, és ezt mi nem szeretjük. Önmagában az, hogy az Európai Unión belülről Magyarország a politikájával, a gazdaságpolitikájával próbál kitekinteni más irányba, és ugye a legnagyobb környékbeli szomszéd, akivel érdemes valamit kezdeni, vagy közeli szomszéd az Oroszország, mert sokkal közelebb van, mint Kína. Az önmagában rossz? Egyáltalán nem. Magyarország akkor jár erre a maradék erős szuverenitásának birtokában helyesen, hogyha nagyon sok kapcsolatot ápol, akár Kínával, akár Oroszországgal, akár a Arab-félsziget környékén levő országokkal. Ez teljesen normális. Az együttnek nem Oroszországgal van baja, szemben Orbán Viktor állításával mi mondjuk nem is vagyunk orosz ellenesek, nekünk Vlagyimir Putyin rezsimjével van problémánk, és e tekintetben én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság akkor működik jól, hogyha kereskedelempolitikában, gázimportban van egy átlátható és fenntartható együttműködés Oroszországgal, míg hogyha egyébként a közmeggyőződéssel szemben a magyar gázfüggőség Oroszországtól ez az utóbbi években inkább csökken. Mi azt nem szeretjük, hogy itt egy stratégiainak láttatott geopolitikai, tartalmi politikai együttműködést szimbolikusan egy ilyen, a maihoz hasonló valójában tartalom nélkülinek tüntetett, vagy annak felmutatott tárgyalás után is erősít Orbán Viktor. Erre majd térünk vissza, hogy mi lehetett ennek a tárgyalásnak a valódi értelme, hát ha van valami információja, vagy hát aki tudja találni, merre felé tartott ez a megbeszélés, viszont előbb mondott egy fél mondatot, azt, hogy túlságosan sokat vesz át Orbán Viktor a putyini Oroszországból. Mire gondol, mit lát olyat, ami Magyarországon tételesen hasonlatos ahhoz, és onnan átvett, mint hogy Putyin berendezte Oroszországot? Több rétű ez a dolog. Egyrészt Vlagyimir Putyinról sokan mondják, szakértők, hogy Európa leggazdagabb ember. Én azzal is kezdtem a beszédemet, hogy ma Budapesten a parlamentben Magyarország leggazdagabb embere és Európa leggazdagabb embere találkozott. 200 ezer forintja is alig van Orbán van, Viktornak. Én most legalábbis a vagyonnyilatkozata szerint. Külföldi útra készülünk a feleségemmel, és össze számoltam, hogy biztosan akkor gazdagabb vagyok, mint a magyar miniszterelnök, miközben én még országgyűlési képviselő sem vagyok, és nem ülök 20 éve a parlamentben. Ez nyilvánvalóan hazugság. Az együtt ebben az ügyben nyilván elutasítja a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszert, amely átláthatatlan, nyilván mindent a közhiteles nyilvántartásokból, tulajdonlapokkal igazolva kellene megmutatni, és hát itt van egy csomó rejtett vagyon, amit valamilyen módon előbb-utóbb föl kell tárni. Amit onnan máshol még az a civil szervezeteknek a vegzálása, a választási rendszernek és általában a választáson induló szereplőknek az ellehetetlenítése. Éppen ma olvastam, hogy ugyan hát előre lefutottnak tűnik az orosz elnök választás, amely előbb-utóbb bekövetkezik a közeljövőben, de azt lehet tudni, hogy van egy ember, aki elindul ellene, igazi ellenzéki jelöltként, és pont éppen neki most adminisztratív eszközökkel megtiltották, hogy egy ilyen online fizetési szolgáltatón keresztül kapjon adományokat. Magyarul a választási lehetőségnek a ellehetetlenítésében is van minta, és van még egy nagyon fontos dolog. Az a rezsim, amely szabadságkorlátozó, és közben a nyugatot, a több ország együttműködésére épülő intézményeket, NATO-t, Európai Uniót, jónak tartó szövetségekre épül, mert ez teremtett békét a II. Világháború után, ez Orbán Viktornak ugyanúgy kritika tárgyává tett ellensége sokszor, vagy legalábbis sokszor távolságtartással kezelt intézményrendszer, ahogyan Vlagyimir Putyin is most egy olyan rejtett háborúval próbálja gyengíteni a NATO-t és az Európai Uniót, amit hát csak kritikával tud illetni minden hazafi, aki Magyarországon aggódik. Nyilván minden politikus, meg minden elemző majd megpróbál rájönni arra, hogy mi volt a lényege annak, ami itt ma Budapesten történt, miért kellett Putyinnak eljönni, és miért akart Orbán Viktor, hogy meglátogassa az orosz elnök. A sajtótájékoztatóban sok mindent nem tudtunk meg. Egyrészt azt tudtuk meg, hogy Putyin hoz egy olyan beruházást Magyarországra, amely 10 000 munkahelyet teremt, ez a Paks 2. Másrészt azt tudtuk meg, hogy nem gazdasági problémákra, nem gazdasági megoldásokat kell választani. Orbán Viktor ugye így állt ki az Oroszország elleni szankciók ellen. Ez lehet a célja ennek a találkozónak, hogy Orbán Viktor aktivizálja
az Európai Unión belül az ügyben? Ami a nyilvánosságban látszik ebből a tárgyalásból, ott a sajtó is, és én is azt gondolom, hogy túlzott eredmény a mai tárgyalásnak nincsen, hiszen a korábbi gázszerződést már egy évvel, másfél évvel ezelőtt meghosszabbították viszonylag egyébként rendezett formában. A paksi bűnbe egyre mélyebbre gyalogol bele ez az ország, illetve ennek az országnak a vezetése. Ebben új információ ma nem került nyilvánosságra, és általában elismételték az utóbbi időszakban a kereskedelempolitikában foglaltakat. Az a tény, elnézést, sokat kiabáltam a tüntetésem, hogy az a tény, hogy a magyar kormány különböző szinten a Oroszország elleni szankciók eltörlés érdekében politizál, ez szerintem a magyar nemzeti érdekkel ellentétes, mert az Európai Unió és más partnereik olyan szankciókat vezettek be, angolul szólva smart sanctioneket, tehát okos szankciókat, amelyek azt próbálták elérni, hogy Vlagyimir Putyinnak a tágabb környezete ne tudjon pénzt mosni Londonban, ne tudjon pénzt mosni az Amerikai Egyesült Államokban vagy Európa szerte, és emellett persze a modern technológiai importot próbálták gátolni Oroszország fele, hiszen ők a gáziparban nagyon jó adottságokkal rendelkeznek meg az olajiparban, de például fúróberendezésekben, ilyen olajfinomító szükséges berendezésekben technológiai importra szorulnak. Szerintem egy olyan Oroszországgal szemben, amelyet Vlagyimir Putyin vezet, illiberális elnyomást érvényesít, ahogy elmondtam, civil szervezetekkel szemben, ezt próbáljuk most Magyarországra is átültetni sajnos. Emellett közben azért folyik egy háború Ukrajnában, ahol területen kívüli követeléssel lépett fel Vlagyimir Putyin, folyik egy háború Szíriában, ahol Oroszország a menekültválságot előidéző, destabilizáló partnerként lépett fel, és közben Vlagyimir Putyin egy rejtett háborút folytat a nyugati civilizáció ellen, hamis híreket gyártó oldalakkal, befolyásolva az amerikai választás, befolyásolva a szélsőjobboldali pártokat Franciaországban, Németországban, és biztos vagyok benne, hogy Magyarországon, hiszen látjuk, a Jobbik üdvözölte Vlagyimir Putyinnak a látogatását az elmúlt percekben. Ebből az a kép áll össze, hogy egy mintát követ Magyarország, és közben Vlagyimir Putyin nem a magyar nemzeti érdek érdekében jött ide. Egy sípos, hangos tüntetést szerveztek a mai napra. Nem pont ott lett, ahol akarták, ugye viszonylag közel akartak jutni a parlamenthez, elég távol kerültek tőle. Elérték a céljukat? Volt értelme ennek a sípos tüntetésnek? Ugye mi egy olyan figyelemfelhívó rendezvényre készültünk, ahogyan megtettük ezt október 23-án, hogy van olyan ellenzéki párt, amely Magyarország nyugati identitásának védelmében egy rossz, sok szempontból akár véreskezőnek is nevezhető orosz államfővel szemben az orosz népet semmilyen módon nem bántva ki kell fejezni azt, hogy mi úgy vagyunk hazafiak, hogy elutasítjuk ezt a keletre sodródó politikát. Szerintem ebben az, hogy pár százan ott voltunk egy megváltoztatott helyszínen, adminisztratívan akadályozva abban, hogy mi kifejezzük ezt a véleményünket, azt hiszem egy fontos dolog, mert... Az törvénytelen volt, hogy nem lehettek ott, ahol akartak? Ugye volt engedélyük? Az természetesen törvénytelen volt, csak ugye miközben nekünk a BRFK-n dolgozó munkatársakkal, akik már ezerféle tüntetésben voltak a partnereink, és mi azért törvényt sose sértettünk, és mindig egyeztettünk velük, miközben érvényesítettük a jogunkat. Ők most ebben körön kívül lettek szorítva, és mi a TEC-kel voltunk vitában egész héten. Nekünk érvényes, nem betiltott tüntetésre volt engedélyünk a Alkotmány utca és a Kossuth tér sarkára, ott a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a Néprajzi Múzeum között. Nyilvánvalóan tudatosan nem adtak olyan tiltó határozatot, amellyel mi bíróságra szaladhattunk volna, mert akkor a bíróság kimondta volna, hogy engedélyezik a tüntetést. A Fidesz által támadott Helsinki Bizottság az pár évvel ezelőtt egy Sándor Palota környéki tüntetés ügyében nyert jogerősen a Kúriánál egy pert a TEC-kel szemben, hogy ott jogtalanul szorítottak ki egy valamilyen rendezvényt. Tehát akkor most az a technika, hogy az engedély a kezükben van, ezzel nem foglalkoznak egészen addig, ameddig érvényesíteni nem akarják a jogukat, amikor azt érvényesíteni akarják, akkor a TEC erre arra amara hivatkozva ezt nem enged, és utána mehetnek bíróságra, akkor már mindegy. Ez történt egészen konkrétan, ezért tartottam én már szombaton is sajtótájékoztatót azzal, hogy adminisztratív eszközökkel nehezítik ezt a dolgot, mert azt kell, hogy értse, hogy mi ezt már hetekkel ezelőtt beadtuk ezt a dolgot, és kaptunk egy visszaigazolást, hogy tudomásul vették, és mi vártuk, hogy erről lesz egy szokásos egyeztetés, miközben múlt héten mi bejelentettünk egy tüntetést február 10-ére Orbán Viktor országértékelőjének a napjára, hogy tavaly is tartottunk ott a Várkert bazárt előtt egy nagyobb tüntetést. Abban az ügyben minket két napon belül behívtak a BRFK illetékes munkatársai, megbeszéltük, hogy merről megyünk a rendezvényre, merre mennek el az emberek, akik ott vannak, hova állítunk színpadot. Ez most nem volt? Semmi. Nem tudtunk. Tehát akkor előre tudták, hogy ez úgyse. Annyi történt, hogy mikor már a harmadik sajtótájékoztatót tartottuk, éppen pont Juhász Péter vagy én, akkor egy nappal később a kolléganőnket behívták, ő nem kapott tiltóvégzést, bármennyire is kért, hogy akkor adjanak egy papírt, hogy betiltanak. Ott szóban jelezték, hogy jobb lenne, ha máshol tartanánk a rendezvényt. Ez is egy
elnyomó technika Magyarországnak, nem ezeket a keleties mintákat kell követni, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi ugyan nagyon keményen vagyunk jelen ilyen ügyekben is. Én elég kemény beszédet is mondtam, és tette ezt egyébként Szerényi Zsuzsa vagy Juhász Péter is, aki hárman mondtunk beszédet. Az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy van Magyarországon olyan ellenzék, amely a nyugatias Magyarország mellett érvel, a szabadságunk mellett érvel, és ezt szerintem meg kellett tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.